Nem először helyezi el a világ térképén Kecskemétet a Tour de Hongrie. A kerékpárverseny június 11-én rajtol Siófokról, a nemzetközi mezőny 6 versenynap alatt 11 megyét és több mint 100 települést érintve összesen 890 kilométert tesz meg a székesfehérvári befutóig. Az 5. szakasz június 16-án indul Kecskemétről. Az emberek nagyon szeretik. A múlt években is, amikor nálunk volt, én csak azt láttam, hogy a város kivonult, és mindenki nagy szeretettel fogadta a rendezvényt, és mindenki részt akart rajta venni. Fontosnak tartom. A kecskeméti önkormányzat és közönség hozzáállásának köszönhetjük azt, hogy idén is visszatér városunkba a verseny. Nagyon szeretjük ezt a várost, nagyon szép a város, nagyon szép a városközpont, most éppen ugye átépítik a városközpontját, tehát lehet, hogy nem a legszebb képeket tudja mutatni idén a város, de már arra készülünk, hogy amikor elkészül minden felújítás, akkor néhány évvel, vagy akár jövőre ismét visszamehessünk, és már az elkészült város mutathassuk meg a televízión keresztül a nézőknek, hiszen a Tour de Hongrie egy olyan esemény, mivel bemutatjuk a világ számára az útvonalat, a városokat, a régiókat, amerre a mezőny elharad. Kecskemét azt mondom, hogy nem is kérdés, hogy az ország egyik legszebb városaként joggal pályázik egy rajt vagy célvárosi pozícióra a Tour de Hongrie során. Ami talán érdekes és különleges lehet ezen a napon, hogy aki oda látogat a rajthelyszínen a 16-án vasárnap délelőtt, azok találkozhatnak ott egy nagyon hangulatos rajtprogrammal, főleg a repprogramokkal, ügyességi pályával, Kresszparkkal, egy gyerekcentrikus kerékpáros programmal, és találkozhatnak azokkal a világsztárokkal, akik a Tour de Hongrie során ide látogatnak Magyarországra. És köszönni egy magyarral is most már, hiszen akár Walter Attila, ugye, aki az egyik legnagyobb neve a magyar mezőnynek most, vele is lehet személyesen találkozni majd a rajt területén. A hozzáállás mellett a területi adottságok is fontos szempontok voltak, amikor Kecskemétre esett a választás. Ez a szakasz lesz az utolsó, egy teljesen sík szakasz, székesvári céllal, így ideálisnak tűnt a távolság Székesfehérvártól, és a korábbi jó tapasztalatokra tekintettel választottak minket többek között a szervezők. Akkor, amikor egy ilyen versenyt szerveznek, akkor mik a legnagyobb gondok, bajok, problémák, amiket meg kell oldani a szervezés szempontjából? Hát ebben az évben is a korábbi célok alkalmával is elsősorban a kerékpárosok biztonságos közlekedése, az útlezárások, azoknak a területeknek a biztosítása, amit a kerékpárosok, a kísérő személyzetük igénybe vesznek. Ebben az évben is ez lesz a nagy kihívás, hiszen szombaton 15 órakor a kékestetői szél után Kecskemét érkezik a karaván, azaz egy 100-120 autó fog beparkolni a belvárosba, és ezek ott maradnak a másnapi rajt időpontjáig. Véleményem szerint ezek azok a típusú versenyek, amiket egy városnak meg kell rendeznie, hiszen ezek biztosítják azt a lehetőséget, amelyek bemutatják a város értékeit, meg lehet nézni a város épületeit. Különösen igaz a Tour de Hongrie-ra, hiszen itt hallhattuk, hogy a televíziós közvetítések, a Eurosport közvetítések által a világ 120 országában lesz látható. Az érdeklődőknek már csak egy dolga maradt, ellátogatni jövő vasárnap a rajtra is szurkolni. Idén a csapatok között köszönhetjük majd a magyar válogatottat is.